Üdvözlünk minden kedves nézőt a nap mérkőzésével. Megérkeztünk tehát. Úgy tűnik, hogy a G2-nak bizonyítania kell, hogy Európának van ereje, vagy a Team Liquidnek kell érdekesebbé tenni a legutolsó mérkőzést. Mindenféleképpen figyelemmel kell követnünk az elkövetkező pillanatokat. Szerbusz, kedves Buc! Én is üdvözlök minden kedves nézőt, szia Livius, és ha már a nap mérkőzése, hogy az Instagramon, mint megszokhattátok, mindig a nap mérkőzésére szokott lenni a hírfolyamba, vagy hát a kis fönti részbe egy-egy poszt, és a magyar nézők azt mondták, hogy 76%-ra a G2-t tippelik, még csupán 24%-a volt a Team Liquidnek. Ha ez így történik, tehát hogyha a G2 most nyer, akkor Európa alapvetően megnyerte magát a régiós részét, és akkor holnap úgy mehetnek majd neki a döntőnek, ahol még mind a három csapat mindkét régióban játszik. Ha viszont a Team Liquid nyer, akkor az utolsó mérkőzésre, a 100 Tips Splice mérkőzésre marad a döntési helyzet. Valóban, ami eléggé érdekes és ironikus lenne, úgy gondolom, úgyhogy lássuk, mit tud a G2 és a Team Liquid egymással szemben. Azért megjegyezném, hogy Vadidnak volt egy nagyon érdekes posztja szintén a Twitteren, még a tegnapi nap folyamán, hogy neki egy álma vált valóra, hogy Afromo ellen játszott az ösvényen, és hogy az egyik példaképét kellett lenyomnia, és mondta, hogy reméli, hogy most jobban fog majd játszani. Hát kíváncsi vagyok, hogy a Double Lift Olival mit tudnak majd kezdeni. Viszont jön a választási és tiltási fázis, Team Liquid lesz piros oldalon, ami egyelőre legalábbis az észak-amerikai, illetve európai Rift Rivals során hát veretlen, mármint a piros, a kék oldali csapatok, a G2 eSports pedig piros oldalról vág majd neki. Ennek a szériának Aatrox, illetve Braum már két olyan hős kívánt tilt vódja, ami a kényelmet adhatta az előző mérkőzésen, illetve Brand a Liquid oldaláról. Valóban, nem szabad a Brandet sem feltétlenül benn hagyni. Valid azért el tud vele szórakozni, igen, a Nekcsörn ugye ne játszol ezzel sem. De Gragas kapott jó pár erősítést ebben a patchben, és Xbiti nagy Gragas menő, akár erős, akár nem. Mármint nem Xbiti, hanem Gragas, mert mint tudjuk, Xbiti not bad. És Kai'Sa-t pedig elválasztják Perks ellen. Igen, tudna még működni ugye Jankos kezében akár egy Alistar, akivel jól működik a Kai'Sa. Gyereken. Lehetett volna Tahm Kench, vagy hát sok minden olyan lehetőség még benne állt volna. Nem feltétlen csak a Kai'Sa Braum. Viszont Jardánnak ott maradt a Heimerdinger. Döngölni fogja lefele a földbe azokat a kis ágyukat. Heimer Dongerul, akkor fogja Dongernek nevezni egyébként meg Dinger. Jankos pedig hát végre ismételten dzsungelezhet Trundle. Amikor Jankos nem support vagy támogató pozícióban kell, hogy játszon, akkor azt hiszem 100%-os a Trundle választása. Tudod, hogy van ez, hogy állandóan hisz tisztek régebben, hogy a franc ki van már tank dzsungelesekkel, legyen már valami gyilkos dzsungeles meta, és most braumozni kell. Jó, oké, jó a tank dzsungel, bármilyen tankot csak hozok, csak hagyj, léci, hogy nem akarok braumozni. Ekközben a Zonyit is elhozzák Perks elől. Egyértelmű a középső ösvényes fókusz a Team Liquid oldaláról. És nem csodálkoznék, hogyha most az utolsó választás jogán a G2... Mi ez is komoly? A G2 hozna egyébként egy Lucent. Ó, oh, igen. Ooh. Hello, Hecarim. Ivern is egy meglepő választás, de nem rossz, ha Kai'Sa van melletted, de Tahm Kench azért megszabadtam. Egyszerűen én várnék ide most egy Lucian választást. Csára! Hozzad! Zeddel meg lehet sapkodni Zoe-t elég szépen, ha jól játszod meg a kombódat. Ha Perks beválasztja, akkor nagyot nő a szemembe. Ne felejtsd el, az outplayer midesek szeretik ezt a hőst. Ezt már kevésbé, legalábbis ami engem illet. Yasuo viszont hódítani fog. Illetve azért azt is láttuk már, hogy egy Zoe-Yasuo matchupban hihetetlen fontos, hogy kvázi erőre lásd azt, hogy mikor fogja lőni majd Zoe a Sundi bubikat, meg a csillagdeszkákat. Mert hogyha egy picivel később lövött fel azt a szélfalat, akkor át fog rajta haladni. Így van. Ezért már volt szünet is LCS mérkőzése, hogy hát gyereke, hát ott volt a szélfalat. Ja, hogy később tetted ki a szélfalat, sorry! Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy későn teszed ki a szélfalat, mert ugye alapvetően ez úgy működik, hogy a még éppen rajta lévő skillshotot is megfogja a szélfal. Többször láttuk azt, hogy a romlás láncának a legvégénél állt meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon összetett dolog, hogy pontosan mikor és hogy kell megfognia, de tény, ami tény, ez a legeslegfontosabb képesség ebben a matchupban. A csillagdeszkát meg nem véd meg, mert Zoe egyszerűen egy ultival átuguljon ő ezt. Abszolút. Hello. Abszolút. Jönnek a dzsungeles tiltások, Skarner, illetve... Pike. Igen, és Kindred. Ja. A Kindred az egyébként nem lett volna rossz Trundle ellen. Egy jó választás lehetett volna. Még ugye a Pike-ot veszik egyelőre el.
Igen, Trundle ellen sokszor hoznak Kindredet is. Ezt is tegyük hozzá, hogy ez veszélyes. Team Liquidnek az utolsó tiltása pedig Rumble. Logikus. Igen, azért Rumble rádobja ezekre a kis pusztítható Kai'Sa és Zoyra az ultiát, és a szegényik elégnek alatta, amíg igen, bátorság után próbáznak. Kell mindenképpen, azért van egy Trundle jégoszlop is, tehát azért az se rossz kis dobálgatás. Igen, de de ez így a sokkal nagyon biztosabb. Nagyon megvan ötöm az a pillanat, hogy előre villan az Alistar, porrázúz, és utána visszalöki a Dongernek a kis is tornyai közé. És közben Perks ulticik, tehát hogy hát feltéve, hogy ott van, igen, most a 2v2-ről gondoltam első ja, körben. Igen, viszont remek választás a Tahmkench ellen, tehát ezt tegyük hozzá. És a Gragas, amit már pecegettünk, nagyon jó ebben a helyzetben, mert abban a másodpercben, amikor Yasuo a végső képességében van bent, akkor lehet semlegesíteni a robbanékony hordóval. Impact pedig egyelőre ezen a Rift Rivals-on előszeretettel választja a Gangplank-et. Igen, és jól is megy. És nekem azt tetszik hihetetlen mód, hogy minden csapat kapott külön mezt erre az igen eseményre. Mindenkinek ugye új meze van. Nagyon jól néznek ki egyébként ezek a mezek. No de hát, megvan a Team Liquid összeállítása. X-Mythic Gragas hozni, Impact pedig kalózkodni fog! Na ez egy érdekes felsősvény lesz mindenféleképpen. Két karakter néz farkasszemet egymással, akiknek azért nem az ösvény fázisa az erős. Tehát ezt tegyük hozzá, sem Swain, sem pedig Gangplank nem arról híres, hogy az ösvényen nagyot tud durrantani. Nem véletlenül csinálta ki a Rumble-t egyébként, azért az veszélyes lett volna Gangplanknek, ha jól a nyakára mászik egy Rumble. Viszont ebben a helyzetben kit fogsz te kiszedni? Bántod a Swaint? Rendben, robbanékony hordó. Yasuo, aki nagyon erős, annatok kezdve, hogy két tárgya legalább megvan, és Heimer, aki egyszerűen ignorálhatatlan, ha Hjarnán játszik igen vele. Nem lehet mit csinálni ezzel a hőssel. Ugye, és ne felejtsük el, hogy igen nagyon szépen lehet levédeni a Kai'Sa dupla V-ket is azokkal a tornyokkal. Abszolút, abszolút. Sőt, ugye majd az elektrogránátot kell nagyon jól alkalmaznia. Soaznál láthatunk egy nagyon szép ultis gránátot, amikor úgy dobta, behajott, mindenkit megfogott, nagyon-nagyon jól játszott vele. Ösvényen megállja bőven a helyét. És igen, Hjarnánon kívül ugye Attila még a nagy Heimerdinger menő Európában, de hát mégiscsak ténylegesen, ha már ilyen pocket pickek vagy ilyen kedvelt hősök, akkor azért ténylegesen Hjarnán nevéhez fűződik ez a választás. Double-up is Hjarnán a képen, még ugye támogatóik követik őket. Tahmkench-el, illetve Alistarral fognak majd segíteni az ösvényen. Kvázi normális, hát hogyha azt nézhetjük, hogy 8.11.12.13, most itt a három percről beszélek, kvázi normális felállás mindkét csapatnak. Teljesen, semmi meglepő nincsen. Talán még a Gragas a legmeglepőbb, de a változásokon és X-Mythin azért nem lepődünk meg már ezen sem. Viszont akkor érkezzünk véleményem szerint a Rift Rivals talán legfontosabb mérkőzésébe. Who is gonna be the toughest? Well, if your boy Hjarnán pulls out Heimer, I'm gonna FF at 1 minute. Yeah, I'm not playing against Heimer. Yeah, they can FF if you pick Heimer and FF, that's for sure, yeah. They have no chance, that's... I mean, it's fair point. Yeah, I mean, yeah, it's not about Heimer and Fiddle, it's just all about Heimer, so, like, yeah, it doesn't matter what I pick or play, you know, it, just Hjarnán is 1v2 and, like, I'm just enjoying my life, so... Na hát, Vadid most elmondta, hogy milyen volt akkor támogatónak lenni, amikor Reckless élte a fénykorát, csak most konkrétan a hasonlatban Hjarnán volt ugye a Heimer választása, hogy ő igazából tök mindegy, mit csinál, élvezi az életet, és nézi, hogy Hjarnán 1v2-zik botom. És hát, amit Afromék mondtak, az pedig egy nagyon nagy tisztelet, én úgy gondolom. Igen. Ha olyan Heimer, akkor az első percben feladhatjuk. Tehát, hogy... Nem véletlen egyébként tényleg Európában is kapja a tiltásokat Hjarnán. Itt a Rift Rivals-on is kapott már Heimerdinger tiltást. Miközben zöld sárkánnyal fog érkezni. A zöld sárkányban! Itt ott pintben mérik, vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Hogy Wunder a felsősvényes szvényeként. Hát azért van egy pár stopper óránk, szám szerint 4. Az pedig nem rossz statisztika. Igen, de a Bölifnek most azért elég jó metája van. Mind a Kai'Sa, mind pedig a Lucian a meta élén van a mai napig, és neki ezek eléggé jó, kedvelt hősei. Ugye Lucian main volt világ életében. Ő is van ugye pocket pickként a kis videójában.
Viszont most jelen paketpükkével kell szembenéznie, ami pedig egy mondat jellemez, amit kedves G2-szurkoló Norbielus kollégánk fejezett ki, hogy Hjarnan, ha nem ADC-zett, akkor három szezon óta csak Heimert játszik. Így van. Most meg ADC-ként Heimerezik, szóval ez egy... És én az, és tényleg azért ki kell emelni a G2-t, mert tud reagálni ténylegesen a meta változására. Közben Impact hamarabb lépte meg a második szintet, és egy szép kettőhordós láncot lőtt rá Wunderre, de mind a kettőjüknek egyébként romlás itala van, miközben a sutyerákokat megszerzi mind a G2, mind pedig a Team Liquidnek a dzsungelese. Az első sárkány, egy helyett sárkány, ez jó dolog, ez egy jó választás. Hát sem a csillagdeszer, sem pedig az acél vihar végül nem talál, de inkább ezek farmolásra mentek most ki. És az az érdekes, hogy arra sem találtad, hogy az ágyus minion nem tudta elkapni Bobelter. Hát ez egyértelmű, hogy Perks megnyert az ösvényt. Mindeközben azért látjuk ezt a Doran pajzsás kezdést. Szép kezdeményezés, Perks-től vissza kell lépni, így van. A szélfal mögött biztonságot nyújt a Bobelter. Illetve ugye, hogyha Bobelter lőtt, azért lőtte ki most hamarabb a szélfalát Perks, hogy amikor ő csúszik előre, ne kapja rögtön arcba. Így van. Még a csúszás előtt a Sundi buborékot. Mondom, mert csak egy feldobás volt, tehát ez már nem volt egy nehéz kör. Mindenkezően Vadi tényleg afkolt. Komolyan azon gondolok, hogy nem lenne hasznos, hogy beállna a bokorba és ward lenne. Viszont ennek is megvan valahol a foganatja, hogyha járnál hazamegy majd és elsőként tárgyat vásárol, és Vadidnak is van annyi pénz, hogy vehet egy mozgékonyság cipőjét, akkor tényleg itt lehet hagyni. Igen. És akkor mehet barangolni, mehet a középsősvényre, egy jó rajtaütésre, próbálhat segíteni ilyenkosznak a dzsungelbe, kitakaríthatja az őrszemeket, tehát azért pont egy Alistarral egyébként ez így kényelmes is. Nincs az Isten, hogy a Team Liquidre nem gondol. Tehát, hogy ez egyértelmű. Egyszerűen annyira nem tudsz mit csinálni Heimerrel, egy Tamkencs Kajszával mit fogsz elcsinálni? Ráolneszhetsz persze, de ő elnyom egy stopperórát és afkol egyet, te pedig meghaltál és double kill és vége a meccsnek. Nem lesz ez egyszerű, semmiképpen sem, Vadi tényleg nagyon szabadjára van engedve, és ez nagyon rányomja a bélyeget egyébként a középső ösvényre. Itt Bobelter nem játszhat majd annyira agresszívan, ahogy akar, főleg ezért. Így meg Perks is rámászik a nyakára még egy kicsit. Hát a megtisztulását, amit tolvaj varázslóként szerzett, azt el is használja a Bobelter, de ettől függetlenül megvan még az égetése, illetve a villanása. Mármint mindkettő középső ösvényesnek, ugyanis Perks is ezzel érkezett. Jánko szeretné egy kicsit hát ellen dzsungelezni. Így van, találkozik is Expertivel, aki ugyan felrobbantja a hordót, de sokat nem szólt bele a helyzetbe. Ezért érződik Zoe-nek a wave clear gyengesége még ilyenkor. Ilyenkor igen. Hát Vadid meg persze. Merre járt volna, ha nem valahol teljesen volt, máshol. Mindig visszajön az ösvényre, kap egy nyávcsapást, de ezzel a csontpáncélját egy kicsit lejjebb szedik. Olyan, ez de szép! All-in, Perks próbál menekülni, villancsánkosz felé, Bobelter át villancsánkoszon, és micsoda játék! Az égetés viszont elviszi őt végül, ezért mind a két középső ösvényes mindent bedobott, de az első gyilkosság Bobelternél, és az többet ér. Főleg úgy, hogy X-Mitty nagyon-nagyon szépen kezdeményezett, hát nem véletlen egyébként, hogy ő még akkor is játszotta a grágászokat, amikor abszolút nem volt metában. Ajajaj, vissza... az egy óriási bait, és egy gyilkosság! Jézus Atya, Úristen! Persze, hazamegyek, srácok, nem vész haza, nem megyek, BOOM! Szevasz, haver! Junkos rámegy X-Mitty-re, már nincsen jégoszlop, Perks viszont érkezik, ott a jégoszlop. A végső képességet nem lőtt el Perks végül, köszönhetően az érkező Bobelternek. Az mennyire szép kis játék volt itt most a G2 alsó ösvényesétől. Ugyanúgy egyébként tényleg meg kell dicsérni a Liquidet is, mármint X-Mitty-t a villanás kicsi a rakás kombóval, amivel rá tudott ugrani Perksre. Nagyon-nagyon jó egyelőre a mérkőzésnek az első pár percének iramja. Nem finomkodnak a srácok, hanem megnézik, hogy ki mennyire erős. Na nézzük meg, mi is történt a középső ösvényen. X-Mitty érkezik. Nagyon jó az őrszemezés, mert nem feltétlenül látják Perks-i. Kimegy ugye a szélfal, innentől kezdve csak annyi kell bizony, hogy a kábítással betaláljon. Bobelter pedig villan, de mivel fel tud venni, ugye még egy villanást ki is tud jönni? Csak hát az égetés nem tudta már mit letenni. Így van, Vadid ugye nem channelingelt, ezért nagyon szép VQ kombó, ezt követően pedig a kábítás alatt
Olit, hát jobbformán nem engedték olyan közel, hogy bekebelezhesse. Itt pedig közben a Buda rámegy a végső gyilkosságra, és nagyon sok ilyet tudom, hogy Impact, jajjajjajjajjajjajj. Wunder csapatott egy bipót. Illetve kérdés az, hogy Impact miért az ellenfél tordja felé ment? Hát igen. Szerintem azt hittem, hogy ki kell majd dodzsolni egy R-t. Nekem pedig az a nagyon hathatós kérdésem, hogy egyrészt Oli mit evett meg a bekebelezéssel. A visszajátszásban ez nagyon érdekes, hogy valamit megevett, de szerintem ez egy Heimer torony volt. Lehetséges. Ehelyett nem lett volna okosabb rávinni a Double Rift-t és kihozni? Nem hiszem, hogy meg tudták volna őrölni. Úristen, össze-vissza káosz, amit Hjarnan lő ezekkel a tornyokkal. Az egyik irányba, ez a másik irányba. Az szegény Double Rift is Oli nem nagyon tudja, hogy merre álljon, hogy a tornyok ne lőjék majd őket halálra, miközben ugye a kis bombákat meg folyamatosan dobálgatja előre. Hát van itt kolompal együtt. Ennyi, hát most megmondta előre, nem? Na jó, de azért tegyük hozzá, hogy ez most nem az volt, amikor Hjarnan egyedül hozta ezt a lént. Itt egyértelműen hibázott Double Rift és Oli is, mind a ketten. És Valid nagyon szépen engage-et. Bement, megtette, amit meg kellett. Hjarnannak csak egy E-t kellett rádobni és kitörölni az ellenfelet. Hobelternek az első magabiztos csillagdeszka találása. Ami tényleg azért Perks viszont érződött. Jobb is jobb. Varázslatokat és tárgyakat kap egyébként. Pobelter az előbb egy megváltást, aztán pedig egy protoövet. Az elektrovihar, gránát, aminek ugye a neve C2, CH2, elektrovihar gránát, valami ilyesmi. Én emlékszem erre, amikor ezt megnéztem. Új, de szép, szép serep. Újabb viszalántás Impactem, viszont ezúttal van narancs, ami Impactet nem húzza ki a nehéz helyzetből. Hát elég savanyú az a narancs. Eléggé. Savanyú a narancs, azt mondod? Hát jelen pillanatban, egy 20 farmos lemaradásban, igen. Tehát egy 20 farmos lemaradás gyilkosság előny Wunderdale, ami egy szóló gyilkosság volt, tehát 1v1 szóló gyilkosság, igen, az eléggé. Hát most, hogy mondod, a lassacskán elég komoly előnyre teszelt Wunder, de ebben a helyzetben még van itt, hát az... Itt valószínűleg Double Rift-ot akart egyébként ténylegesen feldobni. Szerintem itt rá akart villani a Double Rift-t és úgy feldobni, csak a villanás valahogy nem akart. Alisztában van ez a mechanikai gond, ezt én is szoktam venni. Persze nyilván nem tudok úgy alisztelezni, mint Vadid, de ott néha nem érzékeli a gombokat az előrelökés után. Tehát, hogy így elő-előtt feldül. Legalábbis én mindig ezt mondom. Csak az jó pozícióban, simán mehetnek Double Rift-ért. Csak Oli be fogja kapni és ez veszélyes. Na de itt van Perks is. Megjön Perks. Nem rossz, 4 emberes érkezés. Itt nem szabad, hogy 2 ember dobjanak föl. Ha 2 ember megkapja a feldobást, akkor halottak. Ha csak Double Rift, akkor nem. Az viszont szép volt. Hjarnan sebzés egyértelműen megérkezett. És miről beszéltünk első haszonmenete után? Oké, szerencsésen jött ez ki nekik, mert megszerezték a gyilkosságot. De ott fogja hagyni Buddy-t. Az egész ösvényt, ott van a mozgékonyság cipője, már egyébként. A középső ösvény felé, illetve a folyóban járkál egyedül, és valahol járnám biztonságban. 2 teleport mindkét oldalról, Double Rift ugyan elhasználta ugye hazatérése után, úgyhogy most jelen pillanatban a G2-nál van teleport előny. Impact viszont nagyon bukja az ösvényt, hoppá, ez most... Majdnem mondtam, hogy itt egy all-in lehetőség, de a Double Rift bemegy, akkor azonnal meghal. Ott 3 torony közé plusz az érkező vadita, Másták bőr. Igen, ez egy ilyen lézersugárral szeletelt béka. Ez a biológia tanárok rémálma. Ez nem talál, ez sem talál, de hát kit érdekel. 8 szek és mind a kettőt lőheti újra. Kövő. És igazából azt kell mondjam, Buci, hogy a G2 háromból 3 lane-t hoz. De ajajajaj, Perks, micsoda outplay! Az altatás nem jön be, viszont nem dobja fel Bobeltert a piramis. Így Perks nem mehet rá, innen nagyon szépen védi a csillagdeszkát, Perks megint, aztán vissza, oda-vissza csúszkál a célfal mellett. A Jack Smith érkezése miatt vonult csupán vissza, elég agresszív volt. Perks amúgy ugyanezt játszotta meg egy Lucian-nel a múlt heti szombati mérkőzésén, hogy Zoe-t teljesen beültette ebbe a jó kis Linglish Spearbe, mert hogy nem lehetett eltalálni.
Lucian odament, táncolt egyet, lőtt kettőt a földre, mosolygó Smiley, és azt mondta, hogy ja jó, akkor csúszok. Hello, el se találsz. Most ugyanezt meg tudja csinálni egyébként, mert hogy csúszása is van, plusz egy szélfalja van, Impact pedig lehet, hogy a második halálát fogja megszerezni, de van őrszem a Liquidnél így időben, vagy nem időben, de neki megy Wunder. És igen, de nem fogja előni valószínűleg a szárnyait. Erre még szüksége lehet a későbbiekben, nem úgyis, nem tudta volna megölni Impactet, maximum elvillantatja a legjobb esetben is. Mindkettőjüknél van egyébként stopper óra, tehát azért ez fontos. Ez is igaz. És az már bőven. Aliék bizony most meghúzzák a váratlan. Double lift, ez érkezik a segítség. Jó, négy ember kell. Mit csinált? Ez jó, három. Jó, oké, megölték Jarnant KGVP, de ezért buktak egy szurdok hírnökét, és nincs sárkány, mivel válaszolhatnak. Nem, ugyanis a sárkány. És igen. Amúgy a torony is a felsős, hogy dölni fog. Tehát ez minden volt, csak megírős, nem? Legalább lenne már két gyilkosság a Jarnannek, hogy azt mondjuk, hogy kapnak érte azért fejpénzt. De nem is kaptak, így van már, mint hogy egy gyilkossága volt. Annyi pénze pedig volt, hogy a Ludent be tudja fejezni. Ez így nagyon nem érte meg. Főleg hát, így meg aztán főleg nem. Az a hírnök önmagában le fogja szedni ezt a tornyot, maximum még egy vagy két ütés kellhet bele. A hírnök alszik ugyan egyet, de futni fog. Igen. Megvan bizony. Cserébe hoznak az alsó ösvényen egy tornyot a Liquides srácok, de kettő az egy a csere. Mármint a torony színében, így van, az viszont majdhogy nem fél életelő tépett a kettes toronyból. Wunder ugyan kevesebb életerővel, de van neki még ultia, illetve szint előnye, Vadit pedig a rohanvást érkezik Jankosszal karöltve. Wundernek még van végső képessége, bármikor elég életerőt kaphat vissza a stopper órával kombózva. De inkább a kábítása fontos, ha itt sikerül visszarántani Impactet, akkor bizony. Elég komoly. Nincs manája Wundernek, az viszont bajos lehet. Az ultira még van elég. Már megy is stopper óra mindkét oldalon. Amint kijön a stopper óra, a Impact robbanást fog elszenvedni. De Jankos előbb fejezi be. Egy szinkron villanást láthattunk Impact és Wunder között. Így viszont azért megint Impact húzta a rövidebbet. Az az azért nagy kérdésem majd, hogy a véget ér a Rift Rivals, hogy ezt a G2-t Európában egyáltalán a Misfits talán az, aki meg tudja állítani. Talán járnám meg, lesz a harmadik jelző, ott is van bizony. Igen, de Olit eddig kivégzi kb. Tehát igen, itt az anya. Lehet menni afkolni, járnám most pedig ki fogja végezni. Olit, de nagyon szép a reakció Double Lift-től, és lemaradt Vadit. Nagyon is lemaradt. Itt bizony neki kellett volna egy azonnali porrázúzás kombóval menteni, ő viszont nem ezt választotta, hanem el akarta lökni Double Liftet. Wunder úton van, de villanás nincs. Teleportálni nem tud hova és nem is akar. Vadidnak kell megint valami jót húznia, viszont túl messze van. Villanás kombóval nem érnének oda. Megint igazából csak 2v1-es szituációban lehetett megölni Hernandez, és ehhez bizony kellett találni a Double Liftnek, hogy rá tudjon ultizni a pici Heimerdingerre. Vezetni képes most már Double Lift, legalábbis farmok tekintetében, viszont a G2 az, aki a célpontokat uralja. Sárkányok, tornyok és valamelyes aranyelőny. Ettől függetlenül nincs annyira még lemaradva a Team Liquid, hogy ez egy veszett fejsze mérkőzés legyen. Nincs akkora előnye a G2-nak, hogy lefussák ezt, illetve lesnowballozhassák ezt. Ettől függetlenül azért oda kell figyelni mindenképpen majd. Igen, az éles illata a tudománynak, ahogy Heimer kifejezi saját magát, mindeközben ott azért egy mélységi merülést tudtak megakadályozni. Ez nagyon annak tűnt. Oli már villant, így halára van ítélve. Perks ugye nem találja a feldobása, de Valid mögötte van. Ezek a feldobások nem jönnek be valahogy, de nem is akarnak ráultizni, ez látszik. Nélkül is megvan, így simán. Bennmaradt. Még a vastag bőr se jött ki Oliból, de nem is kellett neki. Egyszerűen csak nyugodtan megöltik őt. És a külső tornyok közül már csak az alsó ösvényen áll a Team Liquidnek bármilyen tornya is. Amit most ugyan Impact meg tud tolni rendesen, viszont nagyon kevés életerő van abban a toronyban, amiről te beszéltél az előbb. Van egy egész jó mérségű őrszám a Team Liquid oldaláról a pirosnál, a G2-s pirosnál. Ojjjj. Na itt viszont, hogyha talál egy feldobás, akkor ott meg lesz az ulti. Igen, de még van 5% életereje a toronynak, és sok sebzést meg lehet enni. Túl rizikós talán. Nem akarták megölni Impactet, aki lassan aranyat sem ér. Hát ebben a helyzetben Amerikának kezd rosszul állni a szénája.
ha tudnak valahogy fordítani, már mint legalábbis hívásokat fordítani és jól forogni, akkor azért én azt gondolom, hogy van keresni valója egy olyan late game, vagy később beérő karakternek, mint Impact. Azért neki még közel nincs meg az a sebzése, ami miatt mondjuk elhozunk egy Gangplank-et. Bobettennek is bőven fog még nőni. Double Lift-től ne is beszéljünk, még csak egy tárgy van kész nála. No, de a nagy kérdés az, hogy eljutnak-e idáig, és addig mit kell áldozni? De igazából a másik csapatról is elmondható, mint Swain, mint Heimer, mint pedig Yasuo elég erős a késői szakaszban, tehát hogy... Igazából Yasuo-ra vesz egy Sterakot, Impact is már is nem tudja szerintem lekombózni. Bobby-nak nagyon jól kell mozognia, illetve mondjuk egy... Ajaj, itt bizony Fundert szeretnék megölni, aki azonnal formát vált és sárkánnyá válik. Rögtön próbál még sebzést kiosztani, de inkább életerőt nyer vissza és teleport a Team Liquid hátsó felébe. Érkezik Heimer. Egy teleport és menekül innen Double Lift, mert érzi, hogy itt bizony találás lesz. Impactnek továbbra sincs impactja a játékra, mert darabokra tépik. Hello, Gavad, itt vagyok, visszamész béka fiú, mert a sárkányok a békákat is megeszik reggelire. Mm-hmm. A G2 újabb mészárlást vitt végbe a Team Liquiden, ahol egy teleportot menekülésre kellett elhasználni ebben a szituációban. Perks villan, majd végső képesség, ígítés kombóval megy előre, aztán még egy szúrás, majd még egy, és még egy ingyen taxit is kapott a robbanékony hordóból. Ezt akartam mondani, hogy hát ez kirobbanó hordó volt, mármint nézzük a visszajátszást. És nem is arról akarok beszélni, hogy Wunder milyen szépen ultizik, hanem az, amikor tudod, jön a teleport, és akkor mindig arra gondolsz, hogy fú, jön a teleport, jön a toppos, jön a tank, és akkor majd megfordítja, vagy legyen Bruiser. Aha, nem, jön a Heimerding, hello, pop, lecsapja a jó kis tornyát, és konkrétan ilyenkosszal karöltve végül elvégzik a piszkos munkát, ami igazából Wundernek a menekülésébe telt. Ezt követően ő is kap természetesen egyet, itt pedig Bobelter törölte ki a létezésből járnánt, erről lemaradtunk, kedves észak-amerikai Los Angeles-i kollégák. Ilyenkor nyugodtan le lehet lőni a replayt, mert talán lehet, annyira... Hogy már mindegy volt. Igen, valószínűleg egyébként ez egy one-shot kombó volt. Az is lehet, hogy nem gondolták, hogy eltalálja, mert hogy ott volt valamilyen torony vagy ilyesmi. Azért itt volt egy kis izgalom, hogy tényleg meg tudja szerezni ezt. Impact. Ajjaj. Pedig csinálja, amit az egész mérkőzésen, igazából valószínűleg meghal. Fideli Perks. 4-1-es. Mármint legalábbis. Na nézzük meg, mi is történt szegény Hernándal. Hát villanás előre, szivasz, minden. Ez egy kicsit hitbox OP volt, nem? Mindent megkapott. Miközben nézzük, mi történik még egyébként Double Lift és Wunder párosánál. Nincs ultia Wundernek. Nincs ultia Wundernek. Akkor ez így egy 2-1-es csere a Liquid részéről kifejezetten gyorsan. Meg lehetett állítani, hogy Wundernek már két gyilkossága volt. A shutdown pénzt, a leállítás pénzt megkapta. Tehát akkor 2-1 volt összességében a csere, ugye Impact halálát követően. Aki már kb. Semmit nem ér. Ő már nem nagyon. Egy perc múlva a játék harmadik sárkánya. Ha ezt is elhozza a G2, akkor a játék későbbi szakaszában lesz nagyon rossz helyzetben a Liquid. Amikor már mondjuk ősi sárkány is lesz. Kifejezetten jó sárkányokat tudna erősíteni. Igazából jelenleg a Team Liquidnek még legalább 10 percig nem szabad harcolni. Kész van a határtalan Penge Yasuo-n és a Phantom táncossal együtt, az már nagyon sok ritet jelent. Ugyan Zoe-ban már valamennyi sebzés van, és Kai'Sa is már büszkélkedhet a Ginzo-val, de a Gangplanknek csak a háromság hatalma van, ami a sebzését ugyan kiosztja, de nagyon nagy hátrány van a vele szemben álló Swain-nel szemben, aki szintén erős Bobeltert megint megölik. És ez egy 1v1 volt, bármennyire is Impact beleszólt a záró tűzzel. Ráadásul a másik oldalra segített szóval. Hát ez bizony megvan. A sutyarák is, Vadid itt. Van rálátás az őrszem szerepét tölti be. Jön is a teleport. És jön is a Liquid, viszont ember hátrányban van, a Bobelter hiányzik. Perks pozíciója nem rossz. Szedik tovább a sárkányt, Double Lift már úton van. Ha Double Lift tudsz-e nyomatni egy Uzit, nézd meg közben, lövik a kis tornyok, vastagbőr ide vagy oda. Thumbcatchet le lehet törölni a pályáról, és ez bizony Xvidin múlhat. Vadid nem engedi oda őt, és így vége van. Impact óriási baj van, és el kell villani a visszarendesedet, nem, de az nem a te tornyod, barátom, Jézusom, ez a csávó nagyobbat fut, mint Usain Bolt Pekingben, komolyan mondom. Egyszerűen nem lehet mit tenni ezekkel. És már a Baron is a G2-t erősíti. Xvidin még trollkodna egy kicsit, Perkszizot megvárja. Mennek előre, és a gyilkosság egyértelmű.
és kezd az is egyértelmű lenni, hogy kiválaszt majd ellenfeleket. Európa azért a mai nap folyamán legalábbis a másodikos Fnatic, vagy másodikos? Tehát a második Fnatic meccsen, ugye az elsőn ott annyira nem voltak sikeresek, de a másodikon nagyon domináns volt. A G2 viszont jóformán minden mérkőzésén megint gyönyörű a CF-fal, amivel Perks lefog. Ezt követően a feldobás és az utolsó lehellet. Az ulti, double futi, futi van, na, futi nagyon, van, futi, na, ja, futi, oh, szép, futi. Nagyon kellett. Ez nagyon-nagyon kellett, szép. Jó, double liftnek Olli! Égetés! Olli! És meg tudja menteni, Kovelter megérkezik. Igen, double lift végül túlélte, de megjön Wunder! És bizony el van látva lehetőségekkel, szép egyébként. A csillagdeszk, a double lift pozíciója tökéletes arra, hogy elmeneküljön, megint túl fog élni, és megint a társait kell beáldozni ezért. Pobelter ugyan feldobva, viszont kábítani kicsit nehezebb, eközben már meghalt Tamkencs, Pobelter pedig vissza sem tud térni a kiinduló pontjára. Double lift nagyot menekül, de ha ezért ismételten célpontokat kell adni, Impact viszi a felső ösvényen a minion hullámot, de közben a középső ösvényen dőlhet az első inhibitort védő torony. Wunder lemaradt az alsó ösvényen, Jankos akkorát harap a toronyba, nem szégyen, így jó, hogy nem egy öreg troll ez, mert akkor gondolod, de beleharapna a toronyba, ott de maradna a műfogaszt. Kiveszi ott a hát. Én végülis javasja, hát van ideje. Rosszabb, most... hogyha beletörik a fog, tehát az fájdalmasabb. Ideje volt a G2-nak, könnyedén ezt meg lehetett játszani. Na nézzük Double-Lip gyönyörű menekülését elláthatatlanul. Ez követően jó az ultival való elugrás és menekülés, és szerencsére éppen időbe érkezik. Gyönyörű megint csak az eltűnés, ezt követően pedig Olitól a bekebelezés, Pobelter érkezésével is, hát az álmossággal, meg a sebzés nagyságával azért nem számoltak már. Double-Lip pedig nagyon okosan nem arra megy, amerre még Valid is kiörszemezik, hanem bizony-bizony az ellenfél irányában, de hát itt a kettő zsiakosságot már megérdem, ilyenkor nagyon szépen zárja el az utat a jég oszloppal. 6-16, és most már megvan a G2-nak az az előnye, amire azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz innentől kezdve a Liquidnek bármit is csinálni. Igen, ez itt most egy nagyon-nagyon vert helyzet. Egyértelmű, Impact szerencsétlen próbál visszamászni a tárgyakkal azon a létrán, de hát már rég kéne, kész kéne lenni a sztereknek. De nagyon-nagyon zuhant, és törött kezekkel nehezebb mászni, ez egyértelmű. Nagyon szép a szélfal viszont, ott egy X-Beauty segítette Perks. Jó, nem történt semmi, ezt nem láttuk. Tehát ez Perks már villant, és ennek köszönhetően igazából ugye X-Beauty nem tudott találni a robbanékony hordóval. De lassú volt a hordó, ezzel teljes mértékben egyetértek. 6-2 a toronyállás. Perks pedig vár. Védekezés. Százzal. Szép egyébként az altatás, de Vadid már várja is az érkező csillag deszkát, ami végül akkora gól, hogy megirigyelhették volna ma tényleg kb. A brazilok is. Lehetőségük volt rá, azért pár. Vadid van a backline-ban, már szedik is Olit, és rövidre akarja zárni a G2 ezt a kérdést, de talán kicsit túl sokáig mentek. Mit roppant Wunder közben? Pobelter mi az Istennek ment előre? Még egy robbanás, ez ugye ez volt a rendes. Double lift volt, aki ugye majdnem belehal. Jaj, micsoda játék, Vadid! Bemegy villan és feldob. Újabb inhibitort utol búcsúzik a Team Liquid. És úgy nagyjából a mérkőzéstől is. Hát lassan igen, Double lift még ugyan menthet. Láttunk már ilyeneket, bár ebben a szituációban nem gondolom, hogy erre lehetősége van. Na most fordul, el kell villani azonnal, és már mennek is érte. A levegőben volt ugyan, de nem lehet mit tenni. Nem ölik meg, X-Beauty viszont valószínűleg igen, két stopperóra is csattan, X-Beauty ezáltal meg is hal. Wunder viszont bajban, Double Liftre fordulnak, mert micsoda kábítás Yarnantól, Oli azonnal menti, és Double Lift még mindig bírja, fordított, hogy le tudják szedni, de Yarnant és Jankos ott van. Próbálják Olit kikapni valahogy, viszont nem lesz ez meg, Double Liftnek vége, és járnának el, hogy befejezze ezt Junkos-szal együtt, még egy szonya homokórája, nem ölött a meg, a huszárok, nem tudják figyel, megölni Yarnant, még szórakoznak, Pobelter előre, és végül elviszi Éri nyaralni őt, Impact sem tudja megölni, mit csinál? Impact villany rá! Nem igaz! Közben a minionok a szeretnék eldönteni az egészet, Impact is még egyszer meghal, és akkor is EU hozza el az első kört. Hihetetlen magabiztossággal, és azért látszott az, hogy ugyan kiszedték az előre menő Yasuo-t, de négyen is meg tudták oldani végül, hogy a bázist ledöntsék. Yarnanton nem sok fókusz volt,
ameddig ugye double lift, illetve később Powelter nem fordult rá. De G2 veretlen, nem csak Európában, nem csak az EULCS 3 hete után, hanem 2 nap Rift Rivals után is. Itt sok mindenki mondhat sok mindent. Lehet mondani, hogy a Fnatic szépeket játszott, mert voltak azért jó meccsek, és vannak nekik is pontjaik. De a G2 nélkül elég nagy kulimázban lenne Európa. Így viszont szerintem most kijavították azt, amit tavaly műveltek. Abszolút. Tehát ez most azért kijárt. Abszolút, abszolút. Meg is érdemlik. Én azt gondolom, hogy tényleg amit eddig mutattak nekünk az európai első 3 hétbe, az alapján én nem vártam ennél kevesebbet, őszintén megmondva. Azt nem feltétlenül, hogy ennyire nagyon magabiztosak lesznek, de hogyha gondoljunk a mai első mérkőzésre, hogyha adnak egy végtelenül kényelmes kompozíciót a kezükbe, akkor miért lennének magabiztosak? Ha jelen pillanatban adnak egy Járnának egy Heimerdingert, akivel ilyen, tehát picit ilyen, ezek a pocket pickek nagyon hasonlóak ahhoz, mint például ami a, az egész, egyébként Járnánnal van, akkor meghallgathatjuk. Over as soon as you locked in Heim. I mean, I think I played pretty bad this game overall. This was my worst Heimer game so far, actually. So, I mean, yeah, I know we will win, but it was not my best performance, that's for sure, yeah. Where you were still able to bring him out and show everyone in an NA how he is played. But with this, EU went ahead and won groups and the advantage to counter pick in tomorrow's regional best of fives. How are you guys going to use that to EU's advantage? Not sure, actually. I mean, I'm not that super, like, how do I say it? Like, I don't know, actually. Like, I don't know how it works exactly, but I think it's, I don't know if it's good or bad, but I guess it's bad, a good idea for us, so I don't know. I have no clue. You can leave that up to the coaching staff, but you and Wadid are actually going to compete in the best in the West bot lane gauntlet. Are you guys feeling confident going into that? Well, that would be a lot of fun, that's for sure, yeah. I mean, I really want to win it, but I'm not sure, like, it's a blind pick, so the better blind pick will win, most likely, but I will do our best, yeah. Who are you looking forward to playing against? We play against EU first, right, I think? Oh, I think so, yeah. I mean, Bippo and Hillesang will be fun for sure. They're really good, I think, so it'll be fun. Well, I'm wishing you the best of luck in that. Thank you. And for more on the game, let's hear from the analyst desk. Hát, tudod, amikor rosszul játszol a Heimerrel, akkor is csak csapat lekerjúz. Járnanék között, hogy nem tudja, hogy igazából hogy működik a rendszer, de hát majd... Ja, meg a rendszer, igen, hogy holnap mi lesz. Hát tényleg bonyolítottak, és tényleg sokkal bonyolultabb, mint ahogy tavaly ez a Rift Rivals-en volt. Ettől függetlenül, ugye pont ezt akartam kiemelni, mielőtt még Járnánt hallgattuk volna, hogy okés, hogy nem Járnán kerizte ezt a mérkőzést, viszont attól függetlenül, úgy magabiztos volt, hogy egyedül maradhatott az ösvényen, képesek voltak első gyilkosságot elhozni a saját ösvényükön. No, olyan szinten ráhatással volt a mérkőzésre, hogy azért több embert kellett mindig oda küldeni, hogy őt likvidálják. De mellette azért volt egy olyan wunder azzal a Swain-nel, amit igazából pont mondjuk az előző meccsen pedig Vipó mutatott meg. Ma ez a két európai Swain Amerika verő volt. Hát és hiába tiltották is az egész kompozíciót, választották el Kai'Sa-t, akkor más hozza azt, amit le tudja hozni. Ez igazából a G2 meta, tehát ez most mindenkinek annyira kényelmes nagyjából, hogy bárki majd megtehet. Perks az egyetlen, akinek igazából kevés szerintem tök mindegy, mert ő bárhogy eláll a metában. Pobelternek viszont nagyon nehézkes, nekik ezek az assassinos Zoe és Karik annyira nem, én inkább a mage-ekkel látom őt jól játszani. És igazából teljesen egyértelmű volt, hogy a Zoe-t is Perks-el elhozták el, ahogy elhozták a Kai'Sa-t is, és még egy Yasuo is felvillant, hogy azt is el akarják hozni, az már nem sikerült. Hát és meg is lett a végeredménye. Mégpedig az, hogy EU ezt a mai napot egyértelműen megnyerte, már szinte független tényleg attól, hogy a Splice mit játszik. Igen, tehát hogy ez már jó formán teljesen mindegy, hogy ugye a következő mérkőzésen a 100 Thieves, illetve a Splice mit játszik. Azt követően viszont, tehát hogy a 100 Thieves Splice mérkőzést követően pedig lesz még egy 2v2 igen, bajnokságunk, ahol majd Hjárnanékkal fogunk találkozni, és hát az is izgalmas lesz, de az már egyfajta levezetés, inkább maradjunk annyiba, tehát az elmúlt két nap mérkőzései. Úgyhogy van még azért hátra a mai napból, csak nem feltétlen már a sorsdöntő mérkőzés. Így van, tehát a komoly résznek mondhatni vége lassan.
És emiatt egyébként talán azt gondolom, hogy most a Splice egy picit, a Splice válláról egy picit legördült egy olyan kő, ami most, hogyha 3-3 vagy 4-4 lenne a két csoport állása, akkor most a Splice fölött ott áll egy ilyen zord kaszás, és azt mondja, hogy muszáj nyerned, mert a régiónknak kell hát előnybe részesülni a holnapi nap folyamán, most nem muszáj. Hát jó, csak na mindegy, ezt hagyjuk ennyiben, igen, nincs zord kaszás. Úgyhogy lehet egy kicsit szórakozni, és azt mondani, hogy azért kapnak ki annyira, mert hogy nem vették komolyan. Köszönjük szépen, nem sokára visszatérünk az utolsó mérkőzésre, aztán pedig 2v2.